Konkrét stúdió projektje következik Sónész Péter és Laza Bálint családi ház üllőn. Laza Bálint építőmérnök, közgazdász, kezdő lovas. Közel két éve feleségével, két kisfiával, kutyájával. Boldog dióligeti lakos. Sónész Péter, építészmérnök, a Konkrét stúdió alapító tagja. 2020 óta nagybácsi, dióliget látogató, kétszer lovagolt. Tessék. Tisztelettel köszöntjük Önöket! A mi családi házunk története néhány évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy konkrét elképzeléseink és a saját magunk által készített skicceknek a birtokába bekopogtattunk a Péterékhez, hogy na, hát ezt tessék nekünk lerajzolni. Aztán szerencsére a megvalósult állapotnak valami kevés köze sincs ahhoz, amit mi annak idején odavittünk. Például soha nem gondoltuk volna azt se, hogy fekete pala lesz majd a házon. Hiszen a hullámpala egy családi ház homlokzatára nem való. Pedig a hullámpala olcsó, időtálló, könnyű visszabontani, esetleg valami probléma lenne, bírja az időjárás viszontagságait, az esőt, a szelet, és hogyha a homlokzatra rakjuk, akkor egy olyan alapvető épülettelem, mint az eresz csatorna is elhagyhatóvá válik, hiszen a homlokzat bírja a vizet. Látják, milyen meggyőző a fiatal ember? Hát igen, minket is behúzott számtalanszor a csőbe. Például, amikor először kimondták azt, hogy fekete, az első reakciónk a feleségemmel az volt, hogy na, erről szó se lehet. Hát mindannyian láthatják a végeredményt. A fekete pedig az örök elegáns szín, sosem megy ki a divatból. Egy fekete épület nagyszerűen megbújik a diófák árnyékában, illeszkedik a környezetbe. Apropó környezet, már elsőre nagyon megfogott a dióliget. Hát igen, nagyon erős a személyes kötődésünk ehhez a kis területhez, ugyanis a családunk hat generációval ezelőtt valamiért úgy gondolta, hogy az akkori település határaitól egy kicsit kieső kis terület, majd megélhetést biztosít nekik, ők földműveléssel foglalkoztak, és ez a telekez a mai nap minket is ellát zöldségekkel, gyümölcsökkel és mára, a város szerves részeként egy nagyon meghitt, nyugodt kis mikrokörnyezetet biztosít nekünk a mindennapi feltöltődéshez. De Bálint, egy ekkora területet azért meg is kell művelni, hát gondolom ezt nem egyedül csinálod. Hát igen, a feladatunk az van bőven, verejték cseppek is akadnak bőven, de szerencsére, amint látják, segítségünk is akad bőven. De térjünk rá a kérdésre, ami mindenkit foglalkoztat. Milyen érzés is egy ilyen házban élni? Az hát egy szóval zseniális, egy kicsit bővebben hátrafelé a hálószobáinkból kitekintve csak a végtelen mezőt látjuk. A telkünk végén húzódik egy kis kanál is, ahol nyaranta a fiaimmal horgászhatunk, és rendszeres látogatóink is akadnak, minden nap meglátogatnak minket a nyulak és az őzek. A déli oldalon a közösségi tér, melynek alapvető meghatározó eleme egy nagy üveg felület, ami a kezdetektől, ami tervezési koncepciónk része volt, és azt szerettük volna elérni, hogy mindig olyan érzésünk legyen bent, mintha a természetben lennénk. Szerencsére pont olyan lett az épület, mint amilyet megálmodtunk. Az épület minden apró részlete átgondolt, tudatosan megtervezett, mindennek van helye, és minden a helyén van. Nagyon szeretjük. Köszönjük szépen a figyelmet.